Kedves Moshimo professzor, mi van a legújabb találmányoddal? Biztos vagyok, hogy óriási lesz. Legnagyobb csodálód, bajkeverő Tomi. Kedves Tomi, túlszárnyalja a legmerészebb elképzeléseimet, de félek, hogy rossz kezekbe kerülhet. Ezért biztos helyre küldöm, ahol megtanulhat igazi kisfiúvá válni. Egy igazi robotboy. Az öböl környéke. Csendes, nyugodt hely, zavartalan, mint egy újszülött papsia. Semmit sem tud azokról az aljas igazságokról, bádok szörnyetek. A közöl a World Boulevard lap első számú újságírója, Vance Casgrove. Mikor annyi mindent láttál, mint én, szörnyeket, mutánsokat, utálatos földön kívül lényeket, semmi sem hat meg. Ha! Egy földön kívüli robot. Életem cikke. Nem állíthatott volna meg semmi. Bocsánat, baj van a kocsimmal. Használhatom a telefonodat? Használhatod, de nincs telefonom. Add kölcsön a szekeredet! Vajon miért támad folyton kamikázi, és nem próbálkozik szokása szerint elkapni Robot Boyt? Hé! Hey, gyerekek! Merre ment? A földön kívüli robot! Hát, le tudnád írni a robot külsejét? Nem, uram! Nem láttunk semmi ilyesmit! Meg kell találjam! A világ sorsa, és még fontosabb, a karrierem függ ettől. Itt, Robot Boy! Ha? Mi volt ez? Ha? Csak egy buta gyerekjáték. Igen, buta játék buta gyerekeknek. Nekünk. Vagyis nekik. Ez túl kicsi. Én egy óriást láttam. Erőset, más világból valót. Közel volt. Tűnés! Pocolj innen! Igen! Minden rendben van. Ó, grácias, főnök. Hozzáadtam egy kishegyi fahéjat a tapiókához. Nem a te utálatos főztödről beszélek, te buta, hanem az én gonosz tervemről. Hamarosan Robot Boy az enyém lesz. Tehát Robot Boy, van valami összefüggése a repülő fénybestiával, ami megzavarja az egünket? Ó. Oh. Jó. Lehet, hogy az én kifinomult ösztöneim sem teljesen csalhatatlanok, de az idő nekem kedvez. Következő alkalommal fel leszek készülve. Ha! Oh. Földön kívüliek! Visszahoztam a lovat! Földön kívüliek, mi? Ez egyik azok közül, akiket láttál? Nem megy ki a fejemből. Nem láttam közelről. Csak alig ismerősnek tűnt. Csak! Semmi. Igen! A földön kívüli és a játék egy és ugyanaz. Ez a fiú itt. Kicsoda! A fiamnak ismerőse valami Tomi.
Ez meg miből készült? Trágyából. Fény monstrum elfoglalja az öböl környékét. Földön túli lény robotnak átszázva. Világ vége. Ez nagyon rossz. Nézzétek! Eljött végre az én napom. Az egész világ felfigyel most rám. Vissza! Gyertek! Gyorsan kell cselekedni! Ez a veszély. Minél magasabbra kerülsz, annál nagyobbat esel. De lehet, hogy nem. Az óra azt jelzi, hogy robotból épp ott van. Csalóka kedvesen, éppen rám mosolygott. Az összes címlap az enyém lesz a következő 20 évben. Az újságíró királya leszek. A világ szeretni fog. Robotboy nincs itt. Meg kell találnunk. Szedik. El kell terelnünk a figyelmüket. A mitikus és legendáris lények oly közel voltak. Éreztem, hogy megtapinthatom őket. Munkát. A két alak a fagylaltos kocsiból. Szégyen szemre lehúzott nadrággal fognak járni hamarosan. Tomi! Lehetetlen! A fénymonstrum. Klóna!
tudomány jelenti, tömeghisztériát okozott egy időjárási léggömb. Tömeghisztériát okozott egy időjárási léggömb. A buták, padlót fogtam, de ennek még nincs vége. Még megvannak a képeim. Ne! Tudom, mit láttam. És tudom, hol van. Visszatérek még. Gyerünk, az! Időutazás! Gyerünk, Robot Boy! Sírjon, mint egy kislány! Mi történt, Robot Boy? Rajta! Végezd ki! A jövőből. Jövő? Milyen jövő? Bajkeverő Tomi. Ez az üzenet a távoli jövőből jön. Az emberiséget megtámadták. Őrült robotok foglalták el a világot. Az nem lehet. Szuper! Emberek a múltból. El kell pusztítanotok a robotvezért, mielőtt megbolondul és elfoglalja a világot. A robotvezér neve... Robot Boy! Ha? Vajon ez igaz lehet? Lehetetlen. Robot Boy nem bolondul meg, és nem pusztítaná el a világot ok nélkül. Szuper! Elnyertem a robotot, aki elpusztítja az egész világot. Menő vagyok! Én nem rossz! Mennünk kell! Igen, én is. Nem veszélyes. Ró, vízben állsz. Egy üzenet a jövőből lehetséges? Néhány számítást kell végeznem. Ha igaz, nem hagyhatjuk, hogy Robot Boy megbolonduljon. Átprogramozod, nem? Nem olyan egyszerű, Tomi. A kockázat nagyon nagy. Mindnyájan szeretjük Robot Boy, de mint hogy elpusztítsa a világot, sajnos... Nekünk kell elpusztítani Robot Boyt. De... Új üzenet jövőből! Szia, bajkeverő Tomi! Mi jövőbeli emberek alkottunk egy gyilkost, aki elpusztítja az őrült robotot. Visszaküldjük a múltba! Hé, ez a mi utcánk! Segítened kell neki Robot Boyt elpusztítani, hogy az emberiség megmeneküljön. Nem sokára megérkezik. A gyilkos! Meg kell állítanod, mielőtt belép. Valaki nagyon meg fog rémülni. Gyilkos robot hasonlít Donihoz. Fussunk innen! Tudom is én. Na és ha megbolondul, elsőnek engem kap el, haver. Az én magasrendű erőmmel fenyegetés vagyok a számára. Tudd meg, jobb lenne, ha elmennétek. Új üzenet jövőből. Bajkeverő Tomi. Megtudtam, hogy létezik egy brilliáns eszű zseni, aki megállíthatja Robot Boyt, hogy ne pusztítsa el végérvényesen a világot. Úgy hívják... Dr. Kamikázi. Kamikázi. Lehetetlen! De igen, csak ő mentheti meg Robot Boyt az őrülettől. Nincs sok időnk hátra. Kamikázi doktor, itt bajkeverő Tomi. Az éjszakai műsorból szereztem meg a számot. Tomi, micsoda meglepetés!
nem kellene iskolába lenned? Nem tetszik nekem, de segítened kell, robotbolyon. Valami gyilkosok jönnek a jövőből, hogy elpusztítsák. Te vagy az egyedül, aki megmentheti. Megmentsem? Mi dolgom van nekem a világ legerősebb robotjával? Mind a robot temetőbe, és altasd el, te tökkelütött! Ó, neked akarta adni robotbolyt, és te visszautasítottad! Tami, ha már gamban van, a csalit kidobtam. Már csak rá kell harapjon. El kell mennünk Kamikázihoz. Nos, milyen volt az alakítás? Igen, igen, bravo! Itt van a pénzed! Köszönöm. Tudod, azt hiszem, nagyon jól megértettem a jövő emberét. Nekem soha nem volt gondom a robotokkal, csak apámmal. Így belejöttem a szerepbe. Értem. Hát akkor, ha még szükségünk lesz rád, hogy hívom. Igazán? Köszönöm. Ez fájt! Ne tart le tőle, piránya embereket! Hagyj helyet a Tami filének is! És éppen ide hív a csengő! Kamikázi doktor, segítened kell robotbolyon! Te megbolondultál? Te bolond! Kérlek, mentsd meg! Meggondolom! De mindaddig elkülönítjük robotbolyt a bénítómezőn. Sok értékes dísztárgyam van, és nem szeretném, hogy egy őrült robot porrázúzza őket. Ide figyelj, Kamikázi! Tomi, ne! Oké. Okay. Jó fiú! Egyszerű fényparádé. Te? Ismerlek? Te vagy a Krapek a jövőből. De már nem tudod elpusztítani robotbolyt. Ki? Á, dehogy. Csak egy képet akartam hagyni neked emlékül. Színész vagy? Miből jöttél rá? A mosolyom? A profilom? Vagy netán a mézes-mázas hangocskád? Kamikázi! Ez csalás volt! Te küldted az üzenetet a jövőből! Hé, majd hív föl! Na, jól van, megfogtál! Tudtam, hogy mindent megpróbálsz, hogy megmentsd a drága vádagodat, ahogy meg is tetted! Még nekem is akartad adni! Piranya emberek! Az emlét tálalva van! Földiek, a közeli jövőből figyelmeztetlek benneteket. Kazilandot elpusztítja a Katak űrhajó a csillagködbéli űrszektorból. Katá! Csillagköd! Mi? 15 másodpercetek van, hogy elmeneküljetek és ne égjetek meg. Megégni? Hát az én bőröm nagyon érzékeny. Futás! Na, ment? Moshimo professzor! A jövőbeli üzeneteket csak egyféleképpen lehet elküldeni, ha hamisítják őket. Rájöttem, hogy Kamikazi keze benne van, és a saját fegyverét fordítottam ellene. Katafaj a csillagkönnyű űrszektorból! Nevetséges! Fogjatok meg, Tami!
segítenem kell neki. Elektromosság, víz, ez az! Győzedelmeskedtem! Még nincs még a főnök! Mégsem vagy bolond. Hé! Menjünk haza! Az összes csodálatos piránya klónom elpusztítva! Hát, nem az összes főnök! Ne ellenkezz velem, Konstantin! És engedd el a kezem! Én nem fogom a kezedet! Fáj!